Mátészalkán a Művelődési Központ Szalkai László termében várták az ünneplőket, ahol Hanusi Péter polgármester köszöntötte a résztvevőket. Köszöntőjében elmondta, a városlakók az elmúlt években többször is bizonyították, hogy számíthatnak egymásra. Így volt ez 2019-ben a szupercella okozta károk helyreállításában, majd a pandémia idején és a háborús menekültek megsegítésében is. Ez a közösség ezer módon mutatja meg azt, hogy csodálatos emberek alkotják ezt a várost, akik számíthatnak egymásra. Ez a mi legeslegnagyobb erőforrásunk, erre vagyunk a legbüszkébbek. Az ünnepségen három kategóriában adtak át elismeréseket. Kitüntették a város közbiztonságáért, egészségügyéért és közigazgatásáért legkiválóbb munkát végzőket. Dr. Bajnainé Kis Katalin 33 éve dolgozik az egészségügyben, az utóbbi 20 évben Mátészalkán. Nagyon sokféle kitüntetés és elismerés létezik, de az, amikor az a város, ahol a szülővárosa valakinek, és itt éli a mindennapjait családjával. Én azt gondolom, hogy ez mindenképpen a legrangosabb elismerés, amit valaki kaphat. Fülöp István, a Mátészalkai Járási Hivatal nyugalmazott vezetője, pályája kezdetén tanárként, később önkormányzati, majd országgyűlési képviselőként szolgálta a közösség érdekeit. 13-ban, illetve 13 előtt, mint országgyűlési képviselő részt vettem abban a törvénykezésben, amikor létrehoztuk a megyei kormányhivatalokat, valamint a megyei kormányhivatalok alá rendelt járási hivatalokat, és ennek a vitájában még a parlamentben fel is szólaltam, mert akkor már ugye hivatalvezető voltam, de még akkor lehettem, vagy lehettünk parlamenti képviselők, ez 14 májusáig, a 14-es választásoktól egy képviselő már csak képviselő lehet, és így több szinten is részt vettem a járási hivatalok kialakításában, a törvénykezési szinten is, majd pedig a kialakítás szintjén és a működtetés szintjén. A díszünnepség után a Szalkai László téren operett és műzikel esttel folytatódott a rendezvény.